Írt egy levelet Pálinkás Józsefnek, az MTA elnökének, arról, hogy kezdeményezzen egy kvázi civil konferenciát, találkozót magyar és szlovák akadémikusok, illetve civil szervezetek bevonásával. Mi ennek a kezdeményezésnek a célja? A parlamenti pártok között egyetértés van abban, hogy minden nemzetközi diplomáciai és jogi lépést meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a tarthatatlanul diszkriminatív törvényt valahogyan vissza tudjuk vonatni. Van azonban ennek egy másik oldala, az pedig a két nép együttélése, a két nép barátsága, amelynek a megtartására szükség van, már pedig az ilyen jogi lépések, diplomáciai lépések tovább ronthatnak ezen a barátságon. Éppen ezért kezdeményeztem egy nyelvbékítő konferenciát. A Magyar Tudományos Akadémia, a Szlovák Akadémia, magyar és szlovák civil szervezetek bevonásával, hogy a két ország, a két nép, az emberek barátságát ne rontsa ez a mostani, még akkor is, hogyha jogi lépéseket nemzetközi szervezeteknél kezdeményeznünk kell annak érdekében, hogy ne léphessen hatályba ez a törvény. Ugye ön itt sorsrontásról, politikai indítékokról beszél annak kapcsán, hogy ez a nyelvtörvény megszületett. Hát itt kinek a, hogy is mondjam, az érdekeit, politikai érdekeit szolgálja, mire céloz ebben a levélben akkor, amikor ezt írja? Ez a szlovák kormányzat politikai érdekeit szolgálja a nyelvtörvény, vagy kiét? Korábban ugye felmerült az is, hogy a két kormányzat kölcsönösen generálja a magyar-szlovák konfliktust. Ezeket a kottákat általában szélsőséges nacionalisták, Szlota, Vona és hasonló politikusok szokták írni. A két országnak nem érdeke, hogy lejátsszák ezt a kottát. Ezért kell egyik oldalról jogi lépéseket tenni nemzetközi fórumokon, az Európa Tanácsnál, az Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél. Másik oldalról viszont a civilek, az akadémia arra kell, hogy törekedjen, hogy ez a feszültség ez oldódjon, és ne romoljon tovább. Világos, ami, ahogy is mondjuk, konfliktusokat generálnak a diplomáciai lépések, azok feloldhatók egy ilyen civil kezdeményezéssel? Minden eszközzel láttatnunk kell azt, hogy ez nem a magyar és a szlovák nép vitája, hanem egy példátlan nemzetközi emberi jogi jogsértés. Ezért aztán amellett, hogy a jogsértés, a törvény, a törvényalkotó szándékával szemben fellépünk a nemzetközi fórumokon, nekünk be kell mutatnunk az akadémia, a civil szféra segítségével, hogy a két ország közötti nyelv békét azt inkább javítani akarjuk, és nem háborúskodást szeretnénk ebben a tekintetben.